Sziasztok, köszöntelek benneteket! Nagyon különleges az időjárási helyzet jelenleg a Kárpát-medencében, ugyanis egy magassági hidegörvény található itt a közelünkben, illetve bárikus mocsárhelyzet van. Ez magyarra lefordítva annyit jelent, hogy jók a feltételek a záporok, zivatarok kialakulására. Vasárnaptól fog megnyugodni a légkör, ekkor ugyanis egy anticiklon nyúlik majd be ide a Kárpát-medence fölé. Ha megnézitek a kompozit műholdképet, akkor nagyon szépen kirajzolódik az említett hidegörvény. Az örvény mentén záporok, zivatarok képződtek, illetve az is jól megfigyelhető, hogy egyre inkább araszol ide a Kárpát-medence fölé. Az örvény előterében pedig folyamatosan áramlik be fölénk a meleg, nedves, labilis légtömeg, tehát továbbra is kell majd számítani záporokra, illetve zivatarokra. Ezeknek a számossága az esti órákban némileg csökken, de nem teljesen, tehát továbbra is kell számítani a kialakulásukra. Emellett pedig a felhőzet is csökken, elsősorban az ország nyugati és keleti részén, itt gyengén felhős, illetve közepesen felhős területek is lehetnek, sőt helyenként páraköd-foltokkal is találkozhatunk. A minimum hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható. Napközben lényegi változás nem lesz a mai naphoz képest, erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, emellett pedig több órára kisüthet a nap. Ezekből a magasra törő gomoly felhőkből pedig szórványos jelleggel kell majd záporra, zivatarra számítani. A csúcshőmérséklet általában 28 és 34 fok között várható, továbbra is marad ez a füllett párás idő. Egy kicsit beszéljünk részletesebben a zivatarokról. Ezen a térképen az AROM modellből előállított valószínűségeket láthatjátok. Jól kivehető, hogy gyakorlatilag nem lehet olyan országrészt elkülöníteni, ahol nincs esély zivatarok kialakulására. Ebben az időjárási helyzetben felerősödnek a helyi hatások, tehát például lokális konvergencia vonalak mentén, tehát összeáramlások mentén, illetve a középhegységek mentén, tehát a orográfikus hatás kihasználva, ezeken a területeken kicsit jobbak az esélyek, tehát ezeken a részeken nagyobb valószínűséggel kell majd záporra, illetve zivatarra számítani. A zivatarokat egyébként legvalószínűbbben a felhőszakadás fogja majd kísérni, tehát rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék is lehullhat. És ahogy említettem, vasárnapra megnyugszik időjárásunk, nyugat felől egy anticiklon nyúlik majd a fölénk. Az ország túlnyomó részén a jelenlegi számítások szerint napos, száraz időre van kilátás, de északon, északkeleten azért egy-egy futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat, de továbbra is az előrejelzésekben az a helyzet, hogy az ország túlnyomó részén napos időre készülhetünk. A jövő héten pedig folytatódni fog a hőség, azaz rákapcsol a hőség, ugyanis egyre melegebb légtömegek érkeznek ide a Kárpát-medence fölé. Ennek hatására pedig a minimumok is egy kicsit emelkednek, főként a nagyvárosokban, tópartok mentén lesz kimondottan enyhe az éjszaka, ha lehet ilyet mondani, általában ott 20 fok feletti minimumokra készülhetünk majd. A maximumok pedig így a hét elején, illetve a hét további részében általában 30 és 36 fok között alakulnak majd. Én ezekkel a hírekkel köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!